Megurasodom Napkeletnek szolgált malvinka szobáján a muskátlis ablakocska. A kelőnapsugarai hamar közibük nyilasztak a tarka álommadaraknak. Nem hiába, hogy a malomházban mindig fél homály volt, sose hittem volna, hogy egy szoba ennyire megtelhet fényjel. Ugyan az is lehet, hogy vannak olyan szobák is, amelyekben bent kell föl a nap, és belülről süt kifelé a világra a csöpke tündér fürgén tipegett ide-oda. Az egyik széket odahúzta a kanapé mellé, emelni nem nagyon bírta. Arra fehér porcelán csészét tett, abba szép nagy kocka cukrot rakott, aztán egy bögréből feketét öntött bele, egy másikból meg fehéret. A fehérről tudtam, hogy tej, hanem a feketéről nem tudtam, hogy kávé. A malomházban nem volt járatos ilyen előkelő vendég. A mesékben sem volt szokás még abban az időben a kávézgatás. Hát nem csoda, ha most arra gondoltam, hogy az valami fekete tehénnek a teje lehet. A szaga azonban pompás volt, ahogy a tündér a fehér tejjel összekevergette. Szívesen nézegettem rá, fölfölemelve a fejemet a vánkosról, csak nem voltam benne bizonyos, hogy nekem van-e számva. Persze, hogy a tiéd, kacagott a tündérke csak hogy előbb meg kell lám szép tisztára mosakodni. Odakint találod a vizet a konyhán. Én elszaladok a pékhez, addig te szépen felöltözhetsz. Hát, hiszen a mosakodásban nem is lett volna semmi hiba, azt én elvégeztem illendően, de azért a tündérke mégis elégedetlenül csóválta meg a fejét, mikor visszatért. Jaj, azt mondta, hát a fésüre miért haragszol? Gerevjézd össze hamar azt a szénabogját a fejeden, de urasanám, kis Gergő, mert én nekem csak úgy tetszik. Nem igen tudtam, milyen az uras fésülködés, de azért csak neki mentem a nagy fésüvel a hajamnak. Sűrű, fekete hajam volt, kemény, mint a drótszög, mentül jobban döfködtem, annál széjjelébb meredezett. Nem jó lesz úgy, gyermekem, tartott elém Malvinka egy kis lábas tükröt. Nem, uras! Az urak nem szoktak sündisznót hordani a fejükön. Nagyere? majd én veszlek a kezem alá. Munkába vett kis fésűvel, nagy fésűvel, kis kefével, nagy kefével, csak nem ért az semmit. Mire az egyik oldalon nagy nehezen letapasztotta a hajamat, a másikon újra égnek ágaskodott. Nagyon neveletlen hajad van, mondta szomorúan. Hanem megállj, most mást próbálok veled. Fölbontotta a tegnap esti kincses katuját. Mindenféle színes pántlikák voltak benne. Azok közül kiválasztotta a legszélesebbet, szép pünkösdi rózsaszíne volt, stakaros takaros csokrot kötött belőle a nyakamba. Így már, uras, nézett rám keftelve. Ehhez a szép ködmönhöz különösen illik. A pajtásnak is ilyen nyakra valója volt gyerekkorában. Neve hallatára pajtás fölemelkedett a kájha elől, és egy ugrással fönt termett az asztalon, ahol halk miákolással fejezte ki azt a kívánságát, hogy szeretné látni a reggeliét. Egy csöppet sem lepett volna meg, ha a jó lelkű tündérke most hozzákezdett volna egeret fogni a pajtásnak, de a fekete macska kegyesen beérte egy tányérka tejjel is. Az én csészém is az asztalra került friss kiflivel, s a tündérke átengedett engem is a reggelizés örömeinek. Ő maga beült a nagy karosszékbe, Fölhúzta a vaskörmöt, és elővet valami pipacs színű félbemaradt ruhácskát. Csak akkor szólalt meg, mikor pajtás is tisztára nyalogatta a tányért, én is a csészét. Hát egy pohár vizet tudnál le nekem behozni a konyhából abban a talpaskék pohárban. A talpaskék pohár ott állt a sublóton mindenféle apró közt. Szaladtam ki vele a konyhára, Teleöntöttem a zöldmázos korsóból, és vittem be nagy készségesen a tündérkének. Csordultik tele volt, gondoltam, majd örül neki. A szegény soron annak szoktuk teleönteni a poharát, akit nagyon szeretünk. A tündérke azonban dicséret helyett megpirongatott. Jaj, kisgergő, az urak nem így szokták ám. Tányéron kellett volna hoznod a vizet. A fülem hegyéig vörösödtem szégyenletemben, ám bár nem nagyon értettem a dolgot. Furcsa szokásaik lehetnek az uraknak, ha tányérból isznak. Mink a malomházban hétköznap kancsóból ittunk, vasárnap pohárból. Ha én otthon tányérból ittam volna, nekem szülém azt mondta volna, malac. Mindegy, no, ha az urak így szokták, hát csináljuk urasan. Levettem a konyha párkányról egy rózsás kis tányért, és abba öntöttem a pohárból a vizet. Az ám, de hát mit csináljak most a pohárral? ilyen nehéz kérdéssel azóta se találkoztam az életben. Nagy öröm volt, mikor végre mégis rájöttem, mit kell itt csinálni. Azt csináltam, hogy a tányért rátettem a pohárra, a poharat két marokra fogtam, úgy állítottam be a tündérk elé. Hadd lássa, hogy ha akarom, tudom ám én, mi az illendőség. Kis kacagások egész sort üzelett a jutalmam. Alig tudott szóhoz jutni Malvinka a nevetéstől. Kis Gergő, te vagy a legmulatságosabb kis fickó a világon. Ha tündér volnék, téged fogadnálak meg tündérinasnak. Hát te beállnál-e hozzám? Beállnék, vonogattam a vállam szégyenlősen. No, kis Gergő, akkor ásó választ el minket egymástól, mert én már meg is fogadtalak. Te leszel a kis cselédem. Hat nap lesz a fizetésed, hetedik a ráadás. Most pedig kapd a locsolót, szaladj a kertbe, itasd meg az árvácskákat. No, erre már egészen kantáros legény voltam, legalább majd most megmutatom, mit tudok én. Kimentem a ház elé, körülnéztem az udvaron. Egy kis létre oda volt fektetve a fal tövébe, azt neki támasztottam a tetőnek, kihúztam belőle egy szál nádat. Minek lesz az kisgergő? gergő? Kacagott rám a vasköröm az ablakon. Hát, kiukasztom. Hát aztán? Aztán ezen itatom az árvácskákat urasan. Ütöttem fel a fejemet büszkén. Sose hallottam, hogy az volna az uras, pittyesztette el a tündérke a száját. Az lesz az uras, ha a virágra locsolod a vizet, nem a lábad szárára. Kicsit elszontyolottam, hogy én nekem már sose sikerül az úri szokásokat eltalálnom. Kedvetlenül osztogattam szét a vizet az árvácskák közt, de az kedvre derített, mikor észrevettem, hogy milyen emberi arcucskájuk van ezeknek az eleven bársony virágoknak. Szemük, orruk, szájuk még mozdul is, ha az ember sokáig nézi őket. Hát én sokáig néztem, s csak ugyan mozdultak is a virágocskák. Bohókásan hunyorított a szemük. Vigyás csak, Gergő, mi lesz itt mindjárt? Az lett, hogy mozogni kezdtek a göröngyöcskék, s gurulni kezdtek jobbra-balra, mintha csak alulról fölfelé taszigálta volna őket valaki. No, ez alig, hanem valami kincses törpe lesz, Lekapom a kalapom, és várok. Hát, előbújik a göröngyök közül egy vakondok. Az az, hogy más ember fia azt mondta volna rá, hogy vakondok, de én tudtam, hogy nem vakondok az, hanem valóságosan maga a Földvári herceg. Csak hogy el van varázsolva, és addig nem kapja vissza az emberi alakját, míg meg nem találja a két gyémánt szemet, amit a hörcsög ellopott tőle. Azért áskál mindig a föld alatt, mert azt keresi. Ezt a titkot én nekem messzi gyurka mondta el. Azt is őtőle hallottam, hogy a vakondok minden kincset ismer a föld alatt, de nem beszél róluk senkinek se, csak annak, aki meg tudja nevettetni. No hát a vakondok roppant komoly teremtés lehet, mert még eddig senkiről se hallottam, hogy ő segítette volna kincshez. Bizonyosan azért, mert még senki se tudta megnevettetni. Az én vakondokom se nevette el magát, pedig ugyanígy rávenni. Legelőször úgy elgörbítettem a számat, mintha meg akarnám harapni a tulajdon fülemet. Szülém ezen mindig nevetett, akárhányszor mutattam be a tudományom. A vakondok még csak el sem mosolyodott. Hát persze, hiszen nincs neki szeme, nem látja akármit csinálok, jutott eszembe, mikor már belefáradtam az erőlködésbe. No de füle van neki? Nagyot kiáltottam rá. Varga korgondorgok, mirgit csirgi nárgálsz! Ez a madár nyelven van mondva, magyarul annyit tesz, hogy vakondok, mit csinálsz? Értette-e, nem -e a földvári herceg nem tudom, de az bizonyos, hogy megrettent és visszafelé tudakolta az utat. Szerencsére még megbírtam kapni a bársony gallériát. Belecsúsztattam a ködmönzsebbe, gondoltam, ott elszundikálhat addig, míg nevethetnék jelezt. Persze arra nem gondoltam, hogy éppen evéd alatt jut majd neki eszébe kikéreckedni a zsebből. Éppen a szilvás gombóccal estem barátságba, mikor elkezdett kaparászni az oldalamon. Ilyettenben a fülemnek szaladtam a villával. Az nem uras, kisgergő, nézett rám szigorúan a tündérke. Igenis, billegtem zavarodottan. Éppen azt nem tudom. Mit nem tudsz? Azt nem tudom, hogy hogy mit szoktak ilyenkor az urak csinálni? Milyenkor? Mikor? Mikor vakondok mozog a zsebükben? A tündérke egy csöppet elsikította magát, és azt mondta, sose hallotta, hogy az urak vakondokot szoktak volna a ködmönük zsebébe rakni. És rám parancsolt, hogy vigyem csak ki a kertbe, és borítsam le kis később aztán majd szót értünk vele. Siettem szót fogadni, Spántlik a fűből olyan vackot vetettem a kert sarkában a vakondoknak, hogy herceg korában se feküdt különben, estére okvetlen megnevettetem, majd elmesélem neki, miért járt a kutya mezitláb. De aztán nem értem rá, mert ki kellett vezetnem a tündérkét a malomházhoz. Szegény szülém, aki még semmit se tudott arról, hogy a könyvkereskedői mesterségben kitelt az esztendőm, nem győzte a kezét csókolni, amiért úgy pártomat fogta. Hát még mikor hallotta, hogy a tündérke iskolába is akar járatni. Már akkor ő is bizonyos volt benne, hogy az öreg néni mégiscsak valami jó tét tündér. Hazafelé jövet az öreg báró cigány putria mellett haladtunk el. Két purdéja szaladt elejbünk, krajcárt kérni, de az öreg visszaparancsolta őket. Nem gyöttök vissza mindjárt csizmát húzni, ha azt a drága sép asszonságot akarjátok kösönteni? Az öreg azzal lerúgta a tulajdon nagy habdáit, az egyiket az egyik purdé húzta, a jobb a másikat, a másik a ballábára. Úgy sántikáltak elénk összefogódzva. No ezt elmondom a földvári hercegnek, gondoltam magamban. Ahogy hazaérünk, fölfordítom a dézsát. Hát csak egy lyuk van alatta. A kincsnek tudója beásta magát a földbe. Tündérkém csöndes ravassággal mosolygott bánatomon.